Köszönöm szépen. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez már egy ilyen hagyományőrző sajtótájékoztató, hogy egy évelején mindig összeülünk és meghívjuk önöket, hogy egy picit beszélgessünk arról, hogy mi történt a 2014-es évben, azon mindig az ezt megelőző évben, illetve mire számíthatunk az idei évben, és indítsuk el azt a 2-3 kiállítást, amelyek az első fél évben kapnak helyet a kiállítási naptárunkban. Éppen egy évvel ezelőtt, 2014-ben a sajtótájékoztatón azt mondtam, hogy itt a sikeres évet zártunk 13-ban, úgyhogy lehet, hogy most csalódást fogok önöknek okozni, de 14-ben sem volt ez másképpen. A 2014-es évünk is egy sikeres év volt. Különösen sikeres volt, hiszen az árbevételünk 15%-kal meghaladta azt a tervezett árbevételt, amit mi gondoltunk. Ez 2,9 milliárd forintra rúgott. És sikeresnek mondható ez azért, mert mint ahogy önök is tudják, nekünk általában a páros éveink azok a nehezebb évek, és a páratlan évek pedig a könnyebb évek, hiszen a rendezvény struktúrák szempontjából az árbevételünket ez nagyban befolyásolja, hiszen omékot rendezünk minden páros évben, minden páratlan évben, és a párosokban pedig nincs. 2014 egy páros év volt. Azt tudom elmondani erről, hogy kiküszöböltük ezt a 2 évenkénti hatást. Hál' Istennek! Az árbevételünk 71%-a származott a saját szervezésű kiállításokból, és akkor így nem okozott meglepetést, 29% pedig a konferenciákból és egyéb rendezvényekből. Tavaly összesen 500 000 látogattak ki a Hungexpo-ra, ez vendégrendezvényekkel, kiállítókkal és látogatókkal együtt. 100 000 négyzetmétert értékesítettünk, és több mint 2000 kiállítónak biztosítottunk bemutatkozási lehetőséget. A tavalyi évben a legnagyobb kiállításuk most már hagyományosan az Agromes Expo volt, ugyanúgy, ahogy idén is, tavaly is már októberben eladtuk a helyeknek a 100%-át. Idén, illetve 2014-ben 270 kiállító 18%-kal több területet bérelt az Agromas alatt, és úgy általánosságban pedig elmondható az a kiállításainkról, hogy a látogatók 93%-ának sikerült valami fajta üzletet kötni, ami egy nagyon nagy növekedés az előző évekhez képest. A sok sikert nem fogom tudni mindegyiket felsorolni, mert akkor lehet, hogy estig itt ülünk együtt, de hármat szeretnék még kiemelni a 2014-es évből. Az egyik egy saját fejlesztésű kiállítás, ez a Szira gasztronómiai, szállodaipari, vendéglátóipari, sütőipari, cukrászipari kiállításunk, ami egy új fejlesztés volt. Ugye ez nagy büszkeségünk, hiszen Lyon, Isztambul, Moszkva, Genf és Sánkháj után eljött hozzánk Budapestre. Ez az anyacégünknek egy saját kiállítása, és így alakítottuk át, és ez volt az új üzenete, ami régi Budapest, Ugba és Hoventa kiállításainknak. Ez egy nagyon nagy siker volt, hiszen 7000 négyzetméteren több mint 300 kiállító jelent meg első alkalommal, ami ritka azért egy új fejlesztésnél. A másik sikerünk is egyébként egy új fejlesztésnek tulajdonítható, ez pedig az Automotive Hungary nevű kiállításunk, ami egy autóipari beszállítói kiállítás, amit méretileg 2 évesnek terveztünk. 2 évente fogjuk megrendezni, ez 2013-ban került először megrendezésre, de rögtön kiderült számunkra, hogy ez 2014-ben még muszáj lesz megrendeznünk még egyszer, és most már bizton állíthatom, hogy 15-ben is megrendezzük, tehát az a koncepció viszonylag hamar megdőlt, hogy ez 2 évente rendezendő kiállítást tudjuk használni a kiállítási portfóliumban, ezáltal ugye ez egy éves kiállítással nőtte ki magát, úgyhogy ez egy nagyon nagy siker volt, illetve 2 nagyon komoly nemzetközi rendezvénynek adott otthont a Hungexpo 2014-ben. Az egyik egy Európa szerte vándorló kiállítás, ez egy könnyűvegyipari kiállítás, a Chemspec, amire 6000 külföldi látogató érkezett a városba, illetve a Hungexpo-ra, és a 4000 fővel pedig az Európai Bankok nagykongresszusának, éves kongresszusának adtunk otthont. Itt pedig 4000 fő érkezett. Egy pár szót szeretnék mondani a 2015-ről, illetve felvezetni önöknek a 2015 első 3 kiállítását, de nem akarom elvenni majd itt a szót az utánom szólóktól, úgyhogy viszonylag megpróbálok rövid lenni ebben a dologban. Több mint 20 kiállítással fogunk otthont adni 2015-ben. A célunk az, hogy megmutassuk, hogy a rendezvényünk olyan üzleti platformot és marketing kommunikációs eszközt nyújtanak, amely szinte valamennyi ágazatban megkerülhetetlenné teszik a Hungexpo-t, mint céget.
Az első és egyben legnagyobb kiállításunk az alig 5 nap múlva nyitó 33. Agromas Expo. A kiadott sajtóanyag címét az biztosan mindenki olvasták, már egy tűt sem lehet leejteni, és ez szó szerint igaz. De ez igaz már október óta, úgyhogy október óta törjük a fejünket azon, hogy hogyan tudnánk nagyobb helyeket még kialakítani a Hung Expo-nál. Idén megpróbáltuk bővíteni a kiállítási helyeinket egy 3000 négyzetméteres sátorral, ami rögtön elkelt. Tehát ahogy meghirdettük a kollégáim, ezt rögtön el is tudták adni. Idén 36000 négyzetméteren 300 kiállítónk lesz. Ez köszönhető egyébként alapvetően annak a sikeres és példátlan együttműködésnek, amit kialakítottunk a Magyar Állammal. A GOSZ-szal, nyilván a MEGFOSZ-szal, a MEGOSZ-szal és az Agrárkamarával. Azt gondolom, hogy ezek nélkül az együttműködések nélkül ez a kiállítás ma nem lenne ilyen sikeres, úgyhogy ezt így szeretném meg is köszönni, ezt az együttműködést minden szereplőnek. Idei mottója az agromas kiállításunknak az innováció, ahol bemutatkozik tulajdonképpen a jövő mezőgazdasága. Gyökeres változások mennek végbe ugye az agrárium területén, tudjuk jól mindannyian, hogy Magyarországon ma ez egy sikerágazat. Egy technológiai ugrásnak lehetünk tanulni, és ezt úgy hívják a szakemberek, hogy az okos agrárium. Ez nagyobb hatékonyság, kisebb költség és nagyobb termelés hozzám tulajdonképpen ez a fő vezérvonal idén ennek a kiállításnak. Aztán épp hogy elkezdjük bontani az agromas kiállításunkat, már rögtön építjük a FEHOVA kiállítást, ami február 12 és 15-e között kerül megrendezésre, ami bár már most is a régió legnagyobb vadász kiállítása, vadász és horgász kiállítása, de itt is további növekedéseket várunk, mind látogatószám, illetve mind kiállítószám területén. Ismét itt 50000 látogatóra számítunk, és egy teljes területes családi programmal várjuk tulajdonképpen a látogatókat. A FEHOVA mellett kerül megrendezésre a Budapest Bócsó. Ezen kívül lesznek horgásóink, vadászprogramjaink, kutya, íjász és autós programokkal várjuk itt a látogatókat, illetve a kiállítókat. Az előbb mondtam, hogy idén is megcsináljuk az óriás akváriumot, de szerintem arról Aurél majd egy picivel bővebben fog beszélni. És két újdonságot szeretnék elmondani önöknek a FEHOVA kiállítás kapcsán. Az egyik az, hogy akkorára lőtte magát a kiállítás, hogy kinőttük a 20000 négyzetméteres A pavilonunkat, úgyhogy 2015-ben két külön pavilonban lesz megtalálható a horgász szekció és a vadász szekció. A horgász szekció a D pavilonban lesz 5400 négyzetméteren, és 20000 négyzetméteren pedig büszkén mondhatom, hogy a vadászati kiállítást rendezzük meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagy újdonság és egy nagy növekedési lehetőség mindannyiunk számára. Ezen a kiállításon belül egy nagyon fontos témát fogunk még elkezdeni, fejleszteni, és ez a 15-ös év, ez egy próbaév lesz ebből a szempontból. A gasztronómiát szeretnénk középpontba állítani, hiszen a Magyar Államnak is, nekünk is nagyon fontos az, hogy a vadhús, illetve a hal hogyan kerül be a mindennapi ételek közé. És ennek promóciójaképpen elindítjuk a 16-os szakács versenyt, amit megnyertünk, és a későbbiekben még pár szót szólok róla, ennek hírnökeként azt, hogy hogyan tudunk igazi gasztronómiai élményt adni vadból és halból. Ebben lesznek partnereink, és azt gondolom, hogy nagyon sok finomsággal és különlegességgel fogunk találkozni itt a kiállítás során. Ezen kívül kerül megrendezésre, ugye ezzel a kiállítással egy időben a Bócsó és a Karavánszalon. Tulajdonképpen a Bócsó, Budapest Bócsóról azt tudjuk elmondani, hogy mi vagyunk itt Magyarország legnagyobb szárazföldi kikötője, és ez a G-pavilonban kerül megrendezésre, amit most itt látnak itt mögöttünk. 2012 óta ez a kiállítás, hál' Istennek, folyamatosan növekszik, úgyhogy kieverte a válságot, és egy nagyon nagy növekedési pályára állt rá. Idén a kiállítás középpontjában a tengeri hajózás lesz, és azon belül is a Volvo Ocean rész, amivel viszont nem fogom elvenni a kenyerét az utánom szólónak, úgyhogy egy picit ezt most zárójelbe rakom, illetve olyan szinte, hogy én nem beszélek róla. Több mint 50 kiállító 80 hajóval 9500 négyzetméteren mutatkozik be, hogy egy pár számot is mondjak, és idén is lesz generáli kikötő színpad,
ahol a Volvós rész mellett egyébként a Sámson tengeri evezőshajónak az expedícióját is be fogjuk mutatni önöknek. Hogyha a saját kiállításokon túllépünk egy picit és kitekintünk 2015-re, akkor azt szeretném elmondani, hogy 2014-ben megnyertük a 2015-ös ITU World Telekom kongresszusnak a megrendezését. Ez egy ilyen 6500-8500 fő fölötti részvétellel számoló nemzetközi rendezvény. Ez az ITU, az ENSZ-nek egy háttérintézménye, az infokommunikáció és telekommunikáció témakörben fog kongresszust rendezni itt nálunk 2015-ben. Ezen kívül, hogy egy picit tovább tekintünk, akkor 16-ban kerül megrendezésre Budapesten, és ezt is 14-ben nyertük el, ezért is mondom el önöknek, tehát 16-ban kerül megrendezésre a legnagyobb világszakácsversenynek az európai döntője, azaz a Bocuse d'Or 2016-os európai döntője itt kerül megrendezésre, májusban nálunk a Hung Expo-n, illetve Budapesten, a Szira kiállításunk mellett. És ezért is volt fontos az, hogy nekünk el kellett mozdítanunk azt, hogy hol lesz a magyar versenyző kiválasztása a Bocuse d'Or versenyre, és ezért is gondoltuk a Fehovára, hogy ott egy szakácsversenyt is rendezünk 16-ban, ahol a magyar versenyző személye kikerül, és ő fog elindulni a budapesti versenyen. És nagy erőkkel lobbizunk azért, azt szeretném elmondani, hogy mindenképpen két magyar alapanyag jelenjen meg a 24 európai sztársérfnek a főzeményei között, ez a vad és a halmus, és ez mind magyar vad és magyar hal, hogy ezekkel sok segítséget kapunk egyébként a kollégáktól ebben a dologban. 18-ban egyébként a sikereknek köszönhetően visszatér hozzánk a Nemzetközi Könnyűvegyipari Kiállítás, a Kempsperc, és 18 szeptemberében pedig közösen az MKIK-val elnyertük a Euroskills szakmai fesztivál és szakmunkás versenynek a rendezési jogát, ahol 50 szakma legjobbja méri össze tudását Európából. Úgyhogy első körben ennyit szerettem volna mondani, azt gondolom, hogy nem akarok tényleg elvenni másoktól a szót, hogy átadom, és ha bármilyen kérdésük van, akkor ezt pedig a végén szívesen.